Köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend második része. Egy nagyon érdekes férfiúval fogok beszélgetni a következő percekben, hiszen az ország egyik legaktívabb kartkészítőjét sikerült meghívnunk. Itt van velem szemben Szabó István. Szép napot! Köszönöm szépen a meghívást, én is szép napot kívánok mindenkinek. Nagyon érdekes ez a mesterség, kardcsiszárnak is szokták Önt hívni. Mikor ismerkedett meg ezzel a mesterséggel, és egyáltalán mióta alkot ilyen csodákat, amiket hozott nekünk ide a Weekend stúdiójába? Ez tulajdonképpen az 1985-ös év volt az, ami elindított ezen a pályán. Eleinte, tehát én tulajdonképpen 10 éves koromban már elhatároztam, hogy fegyvereket szeretnék készíteni, és úgy indítottam az életemet, hogy olyan pályára keveredjek, ahol ugye kapcsolatba kerülök ezekkel a tárgyakkal. Ugye rengeteg múzeumba jártam, könyvanyagot, amit be lehetett szerezni, nézegettem könyvtárakba, és utána elkezdtem ezeket készíteni. Igazából először megismerkedtem egy műgyűjtő ismerősömmel, egy idős bácsikával, neki restaurálgattam, és utána meg elkezdtem ezeket gyártani. Ezt lehet tanulni akár iskolában, vagy egy mestertől, vagy az ember saját maga jön rá, hogy hogyan is forgassa, mívelje az adott anyagot, hogyan legyen annak szép díszítése, vagy éppen éle. Hogyan működött a tanulási folyamat, még akár a 80-as években? Mikor én kezdtem, akkor tulajdonképpen nem sok ember foglalkozott ilyennel. Egy-két haditónak klub talán már működött, de a közelemben nem volt senki se, akitől tanulhattam, és így autodidakta módon elkezdtem ezeket készíteni, aztán ugye mindig fejlesztettem a tudásomat, mert én úgy döntöttem, amikor elkezdtem ezt a kardgyártást, vagy fegyverkészítést, hogy minden egyes részét magamnak meg szeretném csinálni. Tehát nem úgy, mint régen a kardcsiszárok, hogy megcsinálták ugye a kardpengét, és akkor külön volt egy másik meser, aki felszerelte a többi szereléket rá. Én így indultam egyből, hogy mindent meg szeretnék, és szerencsére voltak olyan egy-két ötvös ismerős barátom, aki pluszt tudott nekem ehhez nyújtani, és akkor itt szép lassan, hát ugye keservesen, hogyha az ember a maga kárán tanul, azért az úgy egy kicsit nehezebb, mint hogyha iskolarendszerben már különböző alapokat legalább megtanulhattam volna, de szép lassan idáig jutottam. Mestere a szakmának, mondhatjuk ezt, és az előbb nem biztos, hogy figyelte, de a kollégám végigpásztázta ezt a csodálatos kardot, ami itt van központi ékeként a stúdiónak jelen pillanatban. Mi is ez pontosan, és miért olyan fontos? Ez Zsigmond királynak a sárkányos rendi kardja. Ugye a 100 éves háborúban, először Franciaországban, majd Angliában ment a békítés képpen, és ez az ő rendjének a kardja volt, és ott hagyta Angliába ajándékba, és utána úgy híresült, tehát egyrészt mondják aranykardnak is, a békekardjának is, és ez a sárkányos rendi kard, ez utána Yorki kardként is van emlegetve a köztudatba. Milyen motívumokat láthatunk rajta? Nagyon érdekesek, gyönyörűek. Az egyik oldalán a Zsigmond királynak a címere, a másik oldalon pedig len a York városnak a címere van ugye rajta. Ennek az az érdekessége, hogy ugye a kardpenge, az alap az eredetileg le van kékítve, vagy barnítva, tehát a fegyver mesterségben ugye a barnítás az kékítés vagy feketítésnek is lehet titulálni, és ez a fekete alapra ugye bele van vésve a különböző minták és motivumok meg címerek, és utána ez a véset pedig ki van aranyozva. Na most
én ezt próbáltam, amennyire lehet. Ez is saját állapotban. Munka, István? Igen, igen. Csodaszép. Igen, ez aprólékos, az aprólékos, csodaszép. Meddig készült ez a másolat? Hát ez több hónapi munka. Gondoltam, laikus vagyok a témában, de gondoltam, hogy nem egy hét alatt készül el egy ilyen csoda. Ugye ezt a másolatot a közelmúltban a Nyíregyházi József András Múzeumban is láthatta. Igaz, hogy talán egy vagy két napra egy a közönség. Volt, igen. De hát nem is igazából az az egynapi kiállítás volt a lényeg, hanem az, hogy ez az egynapos kiállítás apropója volt egy díjátadónak. Elhozott nekünk egy csodaszép díjat, egy oklevelet, és meséljen erről, hogy miért is fontos az ön életében, ki az, aki elismerte az ön munkásságát, munkáját. Hát igazából a fő értelmi szerző dr. Puskásné Julika volt, ő volt korábban a Népművészet egy, a Szabolcs-Szatmár megyei Népművészet Egyesületünknek az elnöke, és én 1994-ben csapódtam tulajdonképpen, vagy kerültem az Egyesületbe, és azóta eleinte ő pártfogolt, utána megszereztem a Népi Palművész címet, 2000-ben megkaptam a hagyományőrző díjat, és hát most ez nagyon jókor jött, mert egy picit úgy elég sok minden történt az utóbbi időben velem, és ez egy pici löketet adott, tehát most újra tervezek és alkotni fogok. Szebbnél szebb dolgokat, már nagyjából össze is állt a fejemben, hogy miket. Nem maradt már túl sok időm, ezért csak megemlítésgyanánt mondom, hogy a Fegyverkovács István egy nagyon nagy dologra készül, az augusztus 20-ai budapesti tisztavatás díszkardját is elkészíti, ennek ilyen elődjét vagy másolatát el is hozta, azt talán meg is tudjuk mutatni, ez az, ugye? Igen. Közben igen. Kérdezem azt Istvántól, hogy ezt még a kollégák meg tudják mutatni, mi az, ami még löketet tud adni a szakmában? Gondolok itt arra, hogy vannak-e utódok, utódjelöltek? Egyáltalán a ma fiatalja mennyire érdeklődik egy ilyen ősi mesterség után? Mennyire nyitottak e felé? Hogy látja? Volt egy néhány tanulom, de igazából az, hogy ott évekig valaki ott tanuljon mellettem, még nem volt. Hát egy igazi, nagyon legalább annyira elszánt fiatalt, azt szívesen vennék magam mellett, amilyen én voltam, meg még én vagyok. Úgyhogy hát ezt ugye ezeket az 1861 mintájú gyalogos tiszi szabjákat 5 évvel ezelőtt rendszeresítették újra a hadseregbe, aztán minden évben pályázat útján ki van írva, eddig szerencsére minden évben én nyertem meg, az idei év az ugye még ezután dől el, és reméljük, hogy az idén is. Szinte biztosak lehetünk ebbe. Épség, erő, egyetértés, ez szerepel a kardnak az élén. Tényleg szükséges talán egy-egy ilyen szakmában a fiatalság megmozdulása, úgyhogy István nevében is szerintem mondhatom, hogy aki érdeklődik a szakma iránt, az legyen nyitott, és akár például Istvánt is megkeresheti. Igen, sőt, szerintem köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen és a lehetőséget. 25 éve szabadon címmel nyílt tárlat Kisvárdán. A vándorkiállítás Budapest után érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei városba, február 10-ig látogatható a tárlat. A Munkácsi Görög Katolikus Egyház legnehezebb időszakát mutatja be az a vándorkiállítás, amely Kisvárdára érkezett. A II. Világháborút követően a szovjet birodalom átfogó támadást indított a kárpátaljai görög katolikusok ellen. Az egyházközösségeket a Moszkva központú paroszláv egyházba olvasztották, 1949 folyamán pedig 129 papot koncentrációs táborba vitte. A szovjet rezsim elkezdte üldözni egyházunkat, papjaink százait hurcolták el Szibériába, mert nem voltak hajlandók átállni az orosz ortodox egyházhoz. Papjaink nagyobb része nős volt, és ez így még nehezebb volt számukra, mert családjaikat otthon hagyták. Nem tudták azt sem, hogy valaha egyáltalán hazatérnek, néhányan közülük saját gyermekeiket sem láthatták többé, mert a lágerekben vesztették életüket. A most látható kiállítást a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület szervezésében rendezték meg, azokról a vértanúkról emlékezik meg, akik feláldozták életüket a hitért.
Arról is meg vagyunk győződve, hogy nélkülük mi sem léteznénk, hálával tartozunk nekik és emlékezünk. Közéjük tartozik Orth Utay Jellemér atya is, aki rengeteget tevékenykedett Magyarországon is. Megérte a gulágot, hazérkezett és sokunknak mutatott példát. De az ungvári székesegyház legalizálása utáni első parókusa is átélte a szibériai megpróbáltatásokat. A lágerben fekete kenyérből készített rózsafüzérén imádkozott. Ebből nyerte hitét, amelynek köszönhetően hazatérhetett családjához. Bár a görögkatolikus egyházat betiltották, nyilvános működését állami törvények nem engedték. A papoknak és a hitközösségeknek köszönhetően föld alatti egyházként tovább működött. A tárlat az üldöztetés éveit mutatja be tablókon, tárgyakon és könyveken keresztül. A legalizációra több évtizeden át, 1989-ig kellett várniuk a kárpátaljaiaknak. A Munkácsi Egyház megyéhez közel vagyunk, és a kiállítás maga egy helytállásról szól, egy hitmegvallásról szól. 49-ben véglegesen betiltották ugye a Szovjetunióban a görögkatolikus egyházat, és vállalhatták, hogy vagy átérnek ortodox hitre, vagy pedig akkor nem volt más választásuk, ugye a rabság, a gulág elhurcoltatásban volt részük, és az emberek vállalták a hitüket, vállalták szeretetben, azért az egyház megmaradjon. És erre jó példa az, hogy ez a hit, ez a szeretet, amit ők fölvállaltak, tanúságtételt, ez bizonyítja azt, hogy az egyház ma is él és működik. A kiállítást először 2014 őszén Beregszászon láthatták az érdeklődők, később Budapestre költözött, jelenleg pedig Kisvárdán látogatható február 10-éig. A víkend elején említettem, hogy lesz szó a mai műsorban egy pici, apró, sárga növénykéről, virágocskáról. Na, elérkezett a pillanat, hiszen vendégem Habarics Béla, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának tájegység vezetője. Szia, Béla! Szervusz! Na, mi is ez a kis növényke, virágocska, ami már-már a telet űzi és a tavaszt hozza térségünkben is? A téltemetőről beszélünk. Ez egy apró sárga virág, ahogy te is említetted. Én azt gondolom, hogy ha pár hónap múlva virágzana, akkor nem is tűnne fel senkinek. Egy ilyen 8-15 centire megnövő növényke, nagyon szép rikító sárga szirmai vannak, boglárka féle. Az igazi nagy különlegessége az, hogy ilyenkor kora tavasszal, ugye a szürke téli napok után megjelenik, és több ezer vagy tízezer tő elkezdett virágzani a parkban, ez valami csodálatos látvány. Hát az igazi értékét az adja, hogy hatalmas mennyiségben, és a megyébe, ott Cégindányádon található a legnagyobb mennyiségben ez a növény. Ó, és már fel is vezetett szinte a következő kérdésemet, hiszen én nem biztos, hogy láttam már ilyen növényt, vagy lehet, hogy csak én voltam figyelmetlen. Itt Nyíregyházán vagy Nyíregyháza külterületein nem nagyon láttam hasonlót, de akkor Cégindányádon mindenképpen van ilyen. Hol lehet Cégindányádon látni, és milyen keretek között lehet ezt a kis növénykét megnézni, hiszen talán rá is szerveztetek egy konkrét túrát. Így van, a téltemető túra, ami átvitt értelembe is megállja a helyét, mármint a cím. Ezzel a programmal kezdjük az évelei programkínálatunkat. Egyrészt ugye temetjük a telet, bár mondjuk februárban még erről beszélni az egy kicsit korai, de ehhez a növénynek, vagy ehhez a növény virágzásához kapcsoljuk az első bejárást. Kifejezetten turisztikai vagy ismeretterjesztő kirándulás ez, az a Cégindányádi Park természetvédelmi területen történik ez a kirándulás. Ez egy 14 hektáros angol park. Azért különleges, mert a megyében 11 természetvédelmi területünk van, ezek közül az egyik a Cégindányádi, mégis ez az egy, a kakukktojás, egy mesterséges környezet tulajdonképpen. Nem úgy kell elképzelni, hogy annak idején egy szántóba vagy egy gyepbe kezdtek el fákat telepíteni. Nagyon tudatos volt a választás. Kende Zsigmond, mikor a kastélyát építette 1833-ban, akkor egy angol tájképi kertet alakított ki. A Szamos árterületén
A természetes növényfajokat felhasználva, a hagyományos ártéri ligeterdő fajait felhasználva ültette be azokat az exótákat, tehát külföldről, más kontinensekről hozott fákat, amik most itt megcsodálhatóak. Kicsi a terület, régen nagyobb volt, nagyjából a duplája lehetett, már 14 hektára zsugorodott, de... Zsugorodott? Hát így is akkora a terület, hogy nem is tudom hány órás lesz ez a téltemető túra. Nem szokott olyan túl hosszú lenni, egy olyan egy órás, másfél órás a túra, végigsétálunk a tanösvényen, megnézzük a téltemető foltokat, és mindehhez zenei aláfestést adnak a kora tavasszal már éneklő, területet foglaló madarak. Gondolkodom, hogy hány évvel ezelőtt voltam sajnos utoljára a Kende kúria mögötti gyönyörű szép parkban. Annak egyik ékessége akkor a téltemetőn túl egy gyönyörű szép platánfa. Mesélj erről, hogy miért is érdemes meglátogatni ezt a parkot, már akár mondjuk a platánfa miatt is. Hát egyrészt a platánfa, azt úgy gondolom, hogy egyfajta emblémája is lehetne a parknak. Nem a legnagyobb platán az országban, de én úgy gondolom, hogy kiterjedése, terebélyes lombkoronája, hatalmas törzs kerülete miatt mindenképpen egy lenyűgöző látvány. Ez közvetlen a kastély mögött található. Nagy valószínűséggel Kende Zsigmond elsőként telepíthette be ezt a fajt. Érdekessége, hogy ez nem egy fa, hanem több fának az összenövesztett képződménye. Ezt régen gyakran csinálták, gyakorlatilag a kertészek ilyen jellegű ténykedése az megfigyelhető volt az Angol Parkban. Most több mint 7 méter a törzs kerülete. A növekedés dinamikájára jellemző, hogy 10 évvel ezelőtt még csak 6 méter körül volt a törzs kerülete, tehát egy 10 éves periódusban ilyen nagyot nőtt. Nagyon jól érzi magát, egy vízben gazdag, egy páradús környezetben helyezkedik el ez a park, és éppen ezért nagyon sokféle fafaj találja meg ott az életfeltételeit, olyanok is, amik ezen a klímán egyébként nem élnének természetes körülmények között. Ugye említettük a téltemető túrát, ez volt ugye a kiindulási alapunk, és az a nagy alok, hogy beszéltünk a konkrét időpontról, mert nehogy valaki esetleg holnap elinduljon Cégény Dánielra, egy hetet azért válni kell, február 13 talán? Így van, ez jövő hét szombaton, tehát nem ezen a héten, hanem jövő hét szombaton lesz a túra. Nagyon nehéz azt az időpontot meghatározni, amikor a legszebb a látvány, mert időjárás függő. Érdekes, hogy nálunk a téltemető az most még bimbóban van. Néhány virágzó egyedet láttam. Az ország más részein már másfél-két héttel ezelőtt nagyon szép fotókat közöltek róluk. Itt nálunk, mivel ugye hegylábi, szinte hegylábi környezetben található ez a park, ezért egy kicsit hűvösebb, nyírkosabb, és a téltemető is később virágzik. Tehát jövő hét szombaton és 9 órai kezdéssel a parknak a bejáratánál találkozunk az érdeklődőkkel. Mennyire lesz mondjuk úgy természetbarát ez az egész túra? Arra gondolok, hogy igenis vigyünk magunkkal esőkabátot, fényképezőgépet, mi az, amit tanácsolsz esetleg az érdeklődőknek? Én azt gondolom, hogy a túra igazán nagy értéke az, hogy másfél óráig kint vagyunk a természetbe. Tehát nyilván lehet hozni fényképezőgépet, lehet hozni távcsövet. Ettől függetlenül, hogyha valaki csak végig sétál és meghallgatja azokat az előadásokat, azokat az ismeretterjesztő kis szövegeket, amit a kollégáim fognak elmondani, én bízom benne, hogy nagy élménybe lesz része. Ez egy komplex élménycsomag, nem csak a téltemetőt, hanem, mint mondtam, a madarak ilyenkor már nagyon aktívak, sokat lehet, közelről lehet őket látni, mivel egy gyakorlatilag a falu szélén vagyunk, tehát egy épített környezetbe sétálunk, másrészt már a mókusok is aktívak, úgyhogy sok mindent lehet látni, hogy kis szerencsénk van, csendbe kell menni, figyelni kell, és szerintem egy hatalmas élmény lesz. Havarics Béla, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és február 13-ára nagyon sok érdeklődőt, látogatót kívánok nektek. Köszönöm szépen én is.
Az első világháborút bemutató időszaki tárlat nyílt a Vasvári Pál Múzeumban, Tiszavasváriban. A kiállítás alapját egy ismeretlen Bütszen Mihályi hadifogoly megtalált naplója biztosította, amelynek segítségével idézik fel a háborús időszakot. Időszaki tárlat nyílt a Tiszavasvári Vasvári Pál Múzeumban. A kiállítás egy orosz hadifogságból hazatért Bütszent Mihályi férfi naplóján keresztül mutatja be a háborús időszakot. Én amikor a kezembe vettem a naplót, az volt az első gondolatom, hogy M. Nagy Istvánnak nyilván nem az volt a célja ezzel a naplóval, hogy a későbbi generáció számára, vagy a 21. század történészeinek egy olyan támpontot nyújtson, ami segít abban, hogy az első világháborút jobban megértsük, hanem ugye azokat a borzalmakat akarta megörökíteni, vagy igazából ki szerette volna magából írni ezeket a gondokat, a szeretteinek a hiányát, a család távol létét és mindenféle érzelmet, mivel nem nagyon tudtak ugye egymással kommunikálni ezek a foglyok se, tehát mindenki magára volt utalva. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a történészek számára viszont ez egy olyan rendkívüli dokumentum, ami arra szolgál, hogy igazából a cenzúra jelenléte nélkül kapunk olyan hiteles információkat túlélőktől, amelyek akár hitelesebbek lehetnek, mint a már feldolgozott, tehát a már meglévő történelem. És ez alapján újfajta aspektusba tudjuk állítani azokat a történéseket, vagy azokat az információkat, amikről eddig tudtunk. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan plusz nyújt, ami pontosan a történelemnek az a szépségét jelenti, hogy mindig meg tudunk újulni. Mindig tudunk valami újat mondani, mert előkerülnek olyan dokumentumok, amelyekről eddig nem tudtunk, vagy valamilyen másféle szemszögből tudja bemutatni akár az első világháborút, akár egy bármilyen hétköznapi gondot vagy érzelmet. Az intézmény tavaly kapta meg a megtalált naplót, amelynek segítségével megtudhatjuk, hogyan teltek a napok a fogolytáborban, valamint hogy milyen gondolatok játszódtak le a rabok fejében több száz kilométerre szeretteiktől. Nagyon fontos a mi életünkben ez a kiállítás, hiszen e kapcsán nem csak a fiatalok számára tudjuk kibontani ezt a korszakot, hanem az időseknek is tudunk újdonságokat mutatni. Például előadássorozat keretében február 10-én három előadó is fog különböző hadifogságban készült naplókról beszélni, illetve február 13-án a Phoenix Néptánc Együttes Debrecenből eljön hozzánk, és a szeredás népi zenekarra fogja bemutatni a Regruta Bál című előadását, amelyet táncház fog követni. Megmutatunk olyan tárgyakat, amelyek ugyan nem ehhez az emberhez kötődnek, hanem például Kabai Jakabhoz, aki szintén első világháborús fogoly volt, és készített olyan emléktárgyakat, töltényhüvelyből, illetve olyan fából készült pipaszárat, amely arra szolgált, hogy a fogság alatt ne történjen az elméjével valami nagyobb gond, és ezeket mutatjuk be, ezek már régebb óta a múzeumunknak a tárgyai között szerepelnek. Ezen kívül interaktív részeket azért tudom bemutatni, mert a naplóban például rengeteg olyan gramofon lemezen lévő dal is előkerült, amit például most be tudunk mutatni. Aki megnézi a tableteken lévő dalokat, izgalmas nótákat ismer meg, nagyon-nagyon szép dallamok, de ezen kívül például operettek is előkerülnek, mint például már ugye a napló továbbélése kapcsán 1940-es évekből a Mágnás Miska operettből is látunk részleteket. Igen, szerethette ez az ember a nótákat, és ezt be is mutatjuk az üvegablakainkon is, ugyanis üvegfestékkel fölfestettük a nótákat, amik úgy megragadtak bennünket. Ezen a kiállításon találkozik itt a tablókon, ha megnézzük a megírt, illetve a megélt múlt, és ez egy különleges elegyet ad, és egy különleges hangulatot ad ennek a kiállításnak, és megtapasztalhatjuk azt az érzést, hogyha kicsit körülnézünk és elmélyülünk a kézzel írt szövegekben, hogy milyen is lehetett az élet ott a háborúban, milyen lehetett a lövészárokban, milyen lehetett az a megélni ezt a kezdeti lelkesedést, amely aztán ott több ezer kilométer az otthontól, Magyarországtól átcsapott rettegésbe, félelembe, megaláztatásba és a végén pedig sok esetben sajnos halálba. És ezt, hogyha egy kicsit
elemezgetjük, egy kicsit gondolkodunk ezen, akkor talán egy picit átérezhetjük azt, hogy milyen is lehetett ott magyarnak lenni több ezer kilométerre az otthontól, és milyen lehetett megélni ezt a rettenetes élményt. A világháborút felidéző kiállításhoz a múzeum az első világháborús centenáriumi emlékbizottság több mint 1 millió forintos pályázatát nyerte el. A tárlat március 10-ig látható Tiszavasváriban. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, egy hét múlva újabb víkenddel jelentkezünk, addig is a viszontlátásra!